amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek és azt mondták, majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél, és nem döntötte össze. És jött a második szél, és az sem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült. És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak, és azt mondták. Varázsló. A Volt Múzeum igazgató munkatársai ezt a Vas Albert idézetet választották az ünnepség elejére, hiszen, mint Szikszai Zsuzsanna fogalmazott, Halmágyi Pál pontosan ilyen volt, vagyis bármikor, bármilyen helyzetből képes volt felállni és újrakezdeni. Ezt bizonyította a több mint 3 évtizedes pályafutása a József Attila Múzeumban, melynek falai között 24 évet igazgatóként töltött el, és ahol a kezenyomát máig sok minden magán viseli. A legbüszkébb azonban azokra az emberi kapcsolatokra, melyeket az évtizedek során kialakított. Mondjuk a pályámból a legnagyobb élményt a rengeteg ismerettség. A munka során Szabó Kizsolt fotóművésszel, Varga Imre szobrászművésznek bejuthattam a műtermébe, de órákig lehetne sorolni azokat a neves művészeket, közéleti emberöket, régi katonákat, a 56-os forradalom résztvevőit, érdekes családokat, régi köztisztviselőket, tehát ez nagyon nagy élmény volt. Tényleg rengeteg emberrel találkoztam. Amire mondjuk azt mondom, hogy a fő tevékenységem volt, az a háborúk. Az első világháború, a második világháború és 1956. Ma már számos kiadvány és kötet dicséri áldozatos kutató munkáját. Neki köszönhető többek között az, hogy a Csanád vezértéri emlékmű mellvégyén a makói hősök nevei ma is olvashatóak. Lázár János köszöntőjében azt mondta, a történész munkássága úttörő jelentőségű volt, hiszen elsőként kezdte megadni a tiszteletet a háborúban elesetteknek. Jól emlékszem, hogy a nagyapám nem szeretett sokáig arról beszélni, hogy hadifogoly volt 3 éven keresztül a második világháború után, és az, hogyha egy családban második világháborús katona volt, az a szűk közösség, a szűk család számára kevésbé jelent hősiességet, mint inkább büntetést a 60-as, 70-es és 80-as években. Ennek a hősi helytállásnak az elismerése Halmágyi Pál munkássága, akit a jóisten éltessen és támogasson még abban, hogy számos kutatásai közül minél többet megismerhessünk, és rávezessen bennünket felelős közéleti, városi, társadalmi vezetőként arra, hogy az emberi tiszteletadás és az emberi helytállás a morális megbecsülés nélkül nincsen gazdasági vagy társadalmi föllendülés, ez pedig a hősök tiszteletében indul el. A város első embere a makói históriásról a kötetben úgy fogalmaz, ő nem pusztán őrizte az értékeket és nem csak a kultúra, valamint a történelem tudomány területén alkotott maradandót, de számára példakép, mint közéleti szereplő, aki nehéz körülmények között is kiállt polgári világunk mellett a hivatalos és civil életben egyaránt. Az ünnepelt az est végén elárulta, hogy számos terve van a jövőben, kiadás előtt áll már a Návai Lajos életéről szóló második kötet, és hamarosan az első világháborús napló is megjelenik olasz nyelven, valamint folytatása is napvilágot lát. Emellett pedig számos a harcokban és az azt követően történt esemény feldolgozását is fontolgatja, a 70 éves Halmágyi Pál.